Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás augusztus 29-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Meg kellett, hogy szakítsam a felvételt, bizonyára hallottátok, ahogy a telefon csörgött a háttérben. Egy magyar hívás volt, érdekes. Örültem neki. És most a harmadik kérdés, mit tesz, mit közöl veletek? Erre is kivetem a kártyát. Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Ezt mutatja ez a kislány. Az lehet, hogy gondolatai vannak a gyermekeit illetően, vagy vannak gyermekkori emlékek, de ez a kislány szimbolizál valami mást is, egy új kezdetet, vagy újdonságokat és ajándékot. Ez minden olyan nosztalgikus, kellemes és szép. A második kérdés az volt, hogy milyenek az ő gondolatai. Ezt mutatja itt ez a kártya. Ez tegnap is ott volt, ez az ajtó, ezzel a kulccsal. A kulcs a magabiztonságra utal, de a kép jelez valami mást is. Itt, ezzel a kulccsal ki lehet nyitni ezt az ajtót, ezek lehetőségek. Mutat a nyitottságra. Ezzel a kulccsal le lehet valamit zárni, és mutatja a zárkózottságot. Ő nem tudja, hogy mit tegyen. Én úgy gondolom, hogy veletek kapcsolatban nyitott lesz, de valakivel lezár valamit. A harmadik kérdés pedig az volt, hogy mit közöl veletek. Ezt mutatja itt ez az uralkodó nő. Az lehet, hogy ő titeket így lát. Az lehet, hogy ő titeket így lát, mint egy uralkodó nő, és csodál benneteket. Ilyen esetben előfordulhat az is, hogy olyan kicsinek érzi magát, mint egy gyermek. Amit én gondolok, hogy itt arról van szó, hogy valaki uralkodik fölötte, és erről ő beszámol. Ezt ő közli veletek. A napi kártya, a csokis kártyacsomagból, az a szerelemre utal. Tehát itt köztetek megvan ez a szerelmi kapcsolat. Itt nyitott lesz erre, beszámol az újdonságokról, és elmondja a valóságot. Azon kívül csodál benneteket. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500.
És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!